hol van ez a kupon? Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornán! Arra gondoltam, hogy majd jó kis glamour napi bevásárló listát fogunk csinálni, méghozzá a szépségápolási termékeket illetően. Korábban már készítettem nektek egy hasonló videót, amiben adtam néhány tippet, hogy én miket vásárolnék meg, nekem mik váltak be, és most tettem egy kis csavart, és Instastoryba megkérdeztelek titeket, hogy ti milyen termékeket vásárolnátok egy adott márkát illetően. Rengeteg válasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy ti mit vásárolnátok meg egy adott márkától, és én azt gondoltam, hogy nagyon sok különböző válasz fog érkezni, és emiatt nagyon nehéz lesz úgymond összesíteni, vagy kiválasztani tényleg a legtöbb pontot szerző terméket egy adott márkánál. Azonban volt egy-egy szépségápolási márka, aminél konkrétan szinte mindannyian ugyanazt a terméket írtátok, hogy igen, ez vált be, és hogy ez a kedvencetek. Szóval én nem is húznám tovább az időt, vágjunk bele, és nézzük, hogy ti mit vennétek glamour napokon. Az első márka a Dove volt, és itt rengeteg olyan válasz érkezett, hogy bármilyen termék, ami uborkás illatú a Dove-tól. Én egyébként nem próbáltam ilyen uborkás terméket ettől a márkától, viszont ti írtátok, hogy uborkás prédezodor, uborkás tusfürdő, stb. Tehát tényleg főként ilyen válaszok érkeztek, és a válaszadóknak a több mint 80%-a írta azt, hogy a Dove-tól tusfürdőt venne. És ezt azért tudom én is alátámasztani, hogy tényleg nagyon jók a tusfürdők, mert mi is itthon egyébként ezt használjuk, és például anyának csak ez az egy tusfürdő vált be, ettől nem szárad ki a bőre, tehát ilyen szempontból tényleg nagyon-nagyon jó. És itt még valaki írta a levendulás tusfürdőt, most pont itthon ilyen van nálunk, ez a levendulás tusfürdő, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez olyan, mintha a levendula mezőn sétálgatnátok, tehát nagyon durván erőteljesen levendula illata van, hogyha szeretitek az ilyesmit, akkor mindenképpen próbáljátok ki most glamour napok alkalmával. A következő márka a Herbiotikum volt, és ott abszolút azt vettem észre, hogy nagyon eltérő válaszokat adtatok. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy más-más terméket próbáltatok ki tőlük, mert valaki a selvarás gránátalmás krémre mondta azt, hogy úristen, az nagyon jó, valaki a mesterbalzsamra itt írják, hogy a legjobb nyugtató ápoló a lábaimnak egy rohangálós nap után. Valaki a parafinolajos kézápolót emelte ki, valaki az aloe krémet, tehát hogy tényleg rengeteg különböző válasz érkezett, és szinte mindegyik termék megemlítésre került, főleg a krémek. Nekem itt a kedvencem egyébként a selvarás gránátalmás krém, illetve a vitaminos krém, mind a kettő testápoló, és mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem, ugye, amit tudnatok el róla, hogy tényleg természetes összetevőket tartalmaz, tehát a bőrötökre finomságokat visztek fel, én erre most nagyon-nagyon odafigyelek, és egyébként itt az akció az, hogy két termék vásárlása esetén 20% kedvezményt tudtok szerezni a bioboltokban, de ezt pontosan ide leírom ugyanígy a kis akciót, ahogy mindegyiknél, hogy hogyan szól a glamour napi kedvezmény. A következő márkának a Garniert írtam, és itt egyértelműen a micellás víz nyert, tehát konkrétan, én nem is tudom, szinte mindenki a micellás vizet írta, hogy az a legjobb a Garniertől. Egyébként még sok válasz érkezett arra is, hogy a BB krémet nagyon szeretitek. Például én a micellás vizet abszolút adom, tehát hogy szerintem is az nagyon-nagyon jó a Garniertől. Én is egyébként azt használom, főként a kétfázisú micellás vizet szeretem nagyon, ami ugye egy picit olajos, és ezáltal sokkal könnyebben leszedi ugye a sminket. A BB krémet is használtam egyébként, viszont azt annyira nem szerettem, nekem az egy picit zsíros volt, de itt nagyon sokan írtátok, hogy nektek az az egyik kedvenc terméketek, tehát hogy az bevált nektek is. És igazából ez a kettő volt, ami olyan nagyon kiemelkedő volt. Még itt jött olyan, hogy a Garnier Pure Active nevezetű kis terméke, azt hiszem, hogy ez talán valamilyen pattanás elleni készítmény, de nem biztos. Következőnek egy hajápolási márkát tettem be, a Gliss-Kurt, és ezzel kapcsolatban nagyon sokan írtátok azt, hogy a sötét lila sampon, vagy a lila sampon, tehát hogy sokan írtátok ezt a választ. Én nem ismerem azt a terméket, nem próbáltam. Korábban már próbáltam Gliss-Kurt termékből sampont, viszont nekem az volt a bajom azzal, hogy egy picit olyan ragacsos érzete volt, lehet, hogy nem jól mostam ki a hajamból, nem tudom, de valamiért mindig olyan érzete volt. Viszont a
kis spréjel, van egy ilyen hajvégápoló, vagy kifésülést elősegítő kis spréje, az viszont nagyon-nagyon bevált, egy ilyen aranyszínű kis fújós balzsam, és egyébként őt írtátok is, ami az én kis véleményemmel is egybecseng. És akkor jöjjön megint egy sminkes márka, a L'Oréal-t írtam ide. Hát konkrétan ez volt az a márka, ahol ilyen nagyon egyértelmű válasz született. Mondom, True Match alapozó, és szinte mindenki True Match, rengeteg True Match alapozóra jött válasz, hogy az a legjobb termék. És egyébként még jöttek a folyékony highlighterre jó eredmények, a szempillaspirálokra is jöttek jó kis válaszok, tehát ezeket szeretitek a legjobban. Egyébként hozzáteszem, hogy én is a L'Oréal termékek közül a True Match alapozót szeretem az egyik legjobban, és tényleg nagyon szép fedése van, hosszú idők óta egyébként használom. Egyébként össze-vissza szoktam használni alapozókat, mert nem szeretem, hogy csak egy kerüljön mindig a bőrömre, de egyébként ő egy olyan termék, ami mindig van itthon, és mellette vannak még kiegészítő másik termékek is. Az Art Deco-nál, hát ott nagyon egybecsengett a véleményetek az enyémmel. Sokan írtátok, hogy az Eyeshadow Base tetszik nektek a legjobban, és ezt szintén alá tudom támasztani, hogy tényleg az egyik legjobb termék az Art Deco-tól. Nagyon-nagyon szeretem, és nem csak magamon szoktam használni, hanem ugye a sminkelés során, amikor másokat sminkelek, akár mondjuk esküvőről legyen szó, szalagavatóról, bármi, és mondjuk ki kell bírnia egy teljes napot, vagy egy egész estét egy adott szemhéjfestésnek, akkor mindig ezt az Eyeshadow Base-t szoktam alákenni a szemhéjfestéknek, és nagyon jól ott tartja, nagyon pigmentáltá teszi a sminket, tehát abszolút tudom őt javasolni. Egyébként még írtátok a csilis ajakdúsítót, ami szintén egy nagyon kis Jolly Joker termék, hogyha dúsajkakra vágytok. A Max Factorra kevés válasz jött, oda annyira nem írkáltatok, és azok is különbözőek, a Cream Puff kőpuder nyert egyébként. Én őt használtam, és tényleg jó. Egy sima kőpudert képzeljétek el. Azt hiszem, a Max Factornak ez már egy elég régi terméke, és elég jól bevált, tehát őt tudom ajánlani, hogyha szeretnétek egy ilyen megbízható terméket. És még írtátok a Livfinity tartós folyékony rúzsokat, és igen, én arra esküszöm a Max Factortól, tehát ami van itthon nálam, az ez a Max Factor Livfinity rúzsok, nagyon durván bírják a strapát, tehát tényleg egész nap fennmaradnak, ha eztek, isztok, nem jön le, tehát abszolút tudom őket ajánlani, és most már egyébként elég sok színben kaphatóak, amit az új állványon néztem, hogy rengeteg féle típus van. Tényleg csak ajánlani tudom őt is. A Maybelline márkánál, hát ott egyértelműen a szempillaspirálok nyertek. Jött olyan, hogy Lash Sensational, Big Shot, szempillaspirál, de nagyon sok jött így, hogy simán, hogy szempillaspirál, akkor itt is szempillaspirálok, Temptation szempillaspirál, tehát rengeteg válasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a szempillaspirálokat tartjátok jó termékeknek, és egyébként a Maybelline-től nekem is szempillaspirálom van. Talán a tavaszi glamour napokkor szereztem be, pont itt van, szóval ezt így meg is tudom nézni, és igen, ez a Total Temptation kis szempillaspirál, nagyon jó kis dúsító hatása van, szóval nagyon szeretem őt. A Revolution Makeup márkánál pedig nagyon sokan írtátok a szemfesték palettákat, hogy mennyire pigmentáltak, hogy mennyire tetszik nektek ez, és egyébként főként ugye a szemfesték paletták nyertek. Igazából én a Revolution-től talán egyszer vagy kétszer használtam így kipróbálás szintjén szemfestékeket, tényleg nagyon szépek, és az a tök jó, hogy rengeteg szín van bennük, illetve egy-egy paletta tényleg nagyon sok árnyalatot biztosít, és ezáltal elég egyet megvennetek, és azzal tényleg szerintem bármilyen sminket el tudtok készíteni. A másik dolog nekem, ami bevált nagyon, az a fixáló spréje, szóval én őt ajánlom nektek ettől a márkától, ezt használom egyébként így magamon is, illetve sminkelések során is ezt a fixing sprét szoktam felvinni, és nagyon szépen megtartja a sminket, tehát tényleg reggelig kitart, hogyha ilyet használtok.
És hát ennyi lett volna már ez a kis videó, remélem, hogy hasznos volt. Én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan válaszoltatok, mert ebből tényleg látszik, hogy miket érdemes megvenni, illetve nagyon jó olvasni a ti véleményeteket, mert így ez alapján én is egy kicsit alakítottam a bevásárló listámon. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nyomjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett, ha iratkozzatok fel, kövessetek Instán, és minden ilyesmi, amit ilyenkor szokás elmondani, azt teljesítsétek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!